Rókák a városban, ezeken a felvételeken, a Baranyai megyeszékhely sem kivétel. Itt is találkoztak már ezzel a ragadozóval. A könnyű élelemforrás miatt kutatnak lakott területen. Pécs ispitaljáról is érkeztek ilyen bejelentések, sőt, sakálokról is beszélnek, mondja a terület képviselője. Ez ilyen pici résen ezek a ragadozók beférnek, hogy ezek kis testű ragadozók nem olyan veszélyesek, tehát emberre nem veszélyesek, meg jobban is fél az embertől, mint azt gondolnánk. És egyébként itt a sövénynél is, tehát hogyha végig sétálunk, akkor vannak hézagok, a kerítés azon részén is, ahol itt a vas léc elválik a beton alaptól, ott is be tudnak surranni, meg a különböző szakaszokon vannak még ilyen hézagos bokrosítási részek. Ezért a városvezetéshez fordult a politikus, hogy befogják az állatokat. Ugyanis előfordulhat, hogy az ember közelében megjelenő állatok, betegek ezért veszélyt jelenthetnek. Kisebb média felhajtás is volt belőle tavaly, amikor itt a Köztársaság téren láttak sakálokat. Nemrég pedig az Űrhajós utcában, a Kolozsvár utcában és múlt csütörtök este pedig itt a Temesvár utcában is feltűntek, ráadásul az egyik sakál az óvodának az udvarára surrant be. Ezért arra kértem jegyző urat, hogy a közterületfelügyelet gyepmesteri szolgálatával közösen kezdje meg Ispitalja városrészben a rókák és a sakáloknak a befogását és a kitelepítését a városból. Ez a róka csapda. A képviselő kérése meghallgatásra talált, hétfő délelőtt ezzel a rókacsapdával érkeztek a gyepmesterek a Temesvár utcába Pécsen. Nem nyilatkozhattak, harcukat sem mutathatjuk, azonban azt elmondták, hogy valószínűleg rókák járhatnak itt. A szürkébb bundájú egyedeket vélik egyesek sakáloknak, de a sakálok nem merészkednek a városba. A befogott példányokat Árpád-tetőn több kilométerre engedik szabadon, hogy ne találjanak vissza a rókák Pécsre.